A való világ legutóbbi évoda volt talán az eddigi legmegosztóbb, ami nyilván köszönhető a játékosoknak is. Kitűnt közülük a 25 éves Barna, aki a műsor során három játékos társával is összemelegedett a kamerák előtt. A műsor nagy volt a számára, rájött például arra, hogy szexfüggőségben szenved, illetve hogy nagyon nem jó úton jár az emberi kapcsolataiban. A többit viszont ne elő maga, itt ül velem szemben VV Barna. Engem Lagatos Leventének hívnak, ez a Leventeklubja klubja, azonnal kezdünk. Szia Barna, üdv a klubban! Szia Levente! Örökkel látlak színesben, hátában, fekete férben áttalak a való világ oldalán, mert minden fontosabb jelenet az fekete férben lett rólad. Lehetett, lehetett rapja, de én nem néztem vissza a részeket. Köszönöm szépen a meghívást! Semmit nem nézte vissza az De adásból. Amiket így mond, ilyen TikTok videó, meg ilyeneket láttam, azokat visszanéztem, viszont teli részeket egyébként egyet nem néztem vissza. én, én most a 18-as karikásra gondolok, azon a fekete férjre, hogy ez ugye sötétbe történt, és az ilyen a kamera rögzítette. Erre igazából, gondoltam. Igazából színesben engem nem is lehetett nagyon látni. azért mondom, hogy csak fekete férjön láttak a, a tévénézők téged. Oké, okay. figyelj, Barna, ugye a te karaktered az eléggé uh, szexorientált karakternek tűnik a való világ uh, ból kiindulva, majd szeretném ezt kinyomozni, hogy tényleg ilyen vagy-e, de kezdjük ott, hogy te milyen céllal jelentkeztél a való világba. Volt-e célod egyébként egyáltalán azzal, hogy te népszerűvé váljál? Tehát, hogy volt-e valamiféle indítatás, ebbe pénzt akartál keresni, vagy pedig valamilyen üzenetet szerettél volna átadni az emberiség számára? Mi volt a cél, amiért te jelentkeztél ebben a műsorban? Nem feltétlen a pénzkeresési lehetőség volt bennem, hogy, 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 hogy ez ez motiváljon. Igazából külföldön éltem most már több éve, és, úgy voltam vele, hogy ez egy jó deszka lehet annak érdekében, hogy hazaköltözzek Magyarországra, és úgymond a maradék 20 éveimet itt töltsem, itt töltsem el úgy egy kicsit. Azt meg igazából miért ne ismert ebben, hogyha, úgy, is, tehetem. Tehát így jött a való világ egyébként a, a volna, nem tudom, bármilyen munkát végezni. Nem kellett volna a tévében kikötni, és ott hát szaftos részleteket mutatni az életedből. Beteljesen igaz, az nem kellett volna, viszont ö, szerepeltem külföldön is egy ilyen társkereső és ott rájöttem, hogy amúgy vonz ez az egész ilyen, ilyen szereplés dolog, ott megtetszett, így a, a focizni mentem ki külföldre, aztán utána, utána ez, ez ahogy ö, jött így az életembe, ott rájöttem, hogy oké, okay, ez egy a foci mellett egy olyan dolog, ami amúgy, ami amúgy érdekel, vagy, vagy leköt, és élvezem, aztán, aztán így jött, hogy akkor miért ne igazából a saját anyanyelvemen is, nem csak, nem csak német nyelven akartam ezt, hogy így, így a való világ. Nem feltétlen a pénzkeresési lehetőség, sőt, nem, abszolút nem. Ugye a svájci nagyőben mm. szerepeltél. Um, amikor téged óta beszerveztek, vagy bekasztingoltak, akkor uh, te jelentkeztél, vagy rátaláltak valamilyen társkeres oldalon éppen, kerested a nagy őt? Nem, nem voltam társkeres oldalon sem regisztrálva, mind a két alkalommal itt a valóvilággal kapcsolatban is, meg a kinti nagyővel is az Instagramon szimplán jött egy üzenet, hogy, hogy, hogy érdekel-e ilyen lehetőség. Elmentem egy castingra, és, és mondták, hogy jó személyiség vagyok, mondjuk nem tudom, mit láttak bennem. <laughs> <laughs> és akkor utána, utána így jött ez a, ez a beválogatás, beválogatás része. És akkor mi történt ott valójában? Tehát, hogy téged bevállgattak a műsorba, 12 fiú közé már? Nem, akkor mi 22-en voltunk, 22. en voltunk 22. fiúk. 22 -en fiúk. Ö, egyáltalán nem voltam úgy egy egyszerű, egyszerű eset, az Azért 22 férfi összezárva, inkább akkor még fiúka, inkább fiúka voltam akkor, de, 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 de az azért nem, nem egy egyszerű eset, amúgy összezárva egy villába ennyi, ennyi emberrel. Uh -huh. Tehát mentek a kaskodás, meg a Ment kaskodás, csip, csipkelődés, ki, ugye egy, egy csaj van, az is ráadásul nyilván egy jó csaj. Szóval azért, azért nem volt egyszerű, főleg úgy, hogy először voltam. Már de ez, ez, nagyon érdekel. Tehát jó csaj és gazdag csaj. Most elméletileg igen, gazdag csaj, de ez, 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 mellékes volt. nem vonzott ez amúgy az életem során soha, hogy most gazdag barátnőm legyen, vagy valami hozzá teszem. Tehát hogyha ilyen beáltottságú lennék, akkor már nagyon sokszor lehetett volna ilyen kapcsolatom, sőt mindegyik kivétel. Egyébként kivétel nélkül mindegyik barátnőm szülei vagy barátnőm tehetősebb volt, de nem éltem soha a lehetőséggel, mert nem szeretnék senkitől függni valamilyen formában, mm. és hogyha egy ilyen kapcsolatba belemegyek, hogy most én utána a szülőktől vagy onnan úgy függjek, hogy a lánytól, az azért nem megüthetném a bokámat utána, hogy nem akarok azt, hogy semmibe keveredek. Tehát ez zavarne egyébként, hogyha a barátnőd jobb módul lenne, mint te? Igen. Őszintén hmm. szóval zavarna, hazudnék, hogyha hazudnék, ha bármi más mondanék. Nem tudom, ez a férfi egómat nyomasztaná, ne keressen a csajom több pénzt, nem tudom elképzelni a szituációt, hogy ez lehet nagyon maradi, meg lehet, hogy, hogy, hogy nem kéne ezzel foglalkoznom, de, de amúgy engem nagyon zavarna, nyomasztana, biztos, hogy nyomasztana. Hmm. De akkor a műsorban ez nem zavar téged, hogy akkor a tulajdonképpen úgy néz ki kívülről, mint hogyha törtető fiúk, tojbolyok ö, ö, vetélkednének egy gazdag nő kegyeiért. Egyébként ez fordítva is így tűnik, hogyha mondjuk egy férfi a nagyű, és a lányok próbálnak hozzá közelebb, mert ott is a gazdagság egy ilyen fő szempont igen, ez így tűnhet, de ott, ott akkor én nem, nem, meg se fordultam úgy ez a fejembe, tehát nem volt, nem volt, nem volt ez a fejembe, mert annyi új inger ért, hogy nyilván maga a műsor által, a kamera, a jelenetek, stb., ami, ami tök idegen volt, hogy meg se fordult a fejem most épp az, hogy a csaj pénzes vagy, vagy, vagy nem, tehát ez így a legkevésbé volt fontos ott számomra akkor. Oké, okay, a való világban való jelentkezés, ugye akkor egy hazaköltözés, egyfajta indítás. Ként jött az életedbe, jól értem, akkor ezt? Így van, az való világ előtt pont szakított volt egy aktuális barátnőm, és vele pont pont átmentünk egy ilyen szakításos történetbe, és akkor úgy voltam vele, hogy ez valami újnak legalább jó lehet a, a kezdete. Pont a te beköltözéset láttam a való világból, tehát hogy valahogy úgy kapcsoltam oda, hogy éppen a Reni volt benne, aztán jöttél te a, a stúdióba, és emlékszem, hogy a Reni akkor így felcsillanó szemmel konstatálta, hogy te megérkeztél a, a stúdióba, és ezt követően hogy valamennyire elveszítettem a műsort, tehát én nem néztem a műsort rendszeresen, azt be kell, hogy valljam neked, de ezt pont láttam. És azt is tudom, hogy ti azon az estén, már egyébként össze is melegettetek valójában. Az, hogy te odabent fogsz létesíteni intim kapcsolatot bárkivel, nyilván nőneművel, az neked egy eltervezett geg volt, vagy pedig ezt hozta az élet és a műsor maga. Tehát, hogy jól válogatták össze a karaktereket, és olyan lányok mentek oda, akik neked a zsánereid voltak, vagy pedig te úgy készültél rá a korábbi évadokat látva, hogy akkor egy kis etyepetye férjen bele, mert talán ez egyébként közelebb is vihet majd a főnyereményhez. Igazából a lényegben akkor a legjobb résznél csatlakoztál, csatlakoztál be, hogyha, hogyha, pont ezt kaptad el, ezt a beköltözést. Nagy romantikát elkaptam. Igen, 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 igen. Nem, amúgy nem volt, nem volt semmi ez így előre eltervezve, sőt, ez így pont, hogy aki, végig, végigkövette ezt az egészet, adnak még ez, ez nevetséges is lesz, de úgy mentem be egyébként a valóvilág vilájába, hogy nem is fogok bent szexelni. Tehát ez így, én elő, ez, ez volt ezt inkább nem inkább ez, ez volt, a, ez, ez ezt volt nem az, hallottam. Az, ez volt az előre inkább eltervezett magamban, hogy, 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 én, hogy én nem megpróbálom ezt úgy lehozni, hogy, 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 nem. Hát sokáig nem bírtam. az, az ugye mindenki számára kiderült, de nem volt ez bennem, hogy most ezáltal én szimpatikusabb leszek bárkinek, vagy, vagy, vagy ezáltal közelebb kerültek a főnyereményhez, abszolút nem volt bennem semmi ilyesmi, ezt igazából maga hozta, hozta maga a show, illetve lányoknak az a fajta közeledése, vagy igazából reakciója az én közeledésemre, és, és, és meg volt megvolt, az össz, összhang igazából. Nem, jól válogat, azt mondom, jól válogatták össze, tudták, hogy miből lehet, miből lehet érdekes, érdekes kapcsolat ment a villába. Uh -huh. Ugye a Renit emlegettük, vele volt az első románcod, hogyha ezt szabad így fogalmaznom. Lehet. Ugye az egy viszonylag hosszabban is tartó kapcsolat volt, azt hiszem egészen a kieséséig tartott ugye ez a, ez a liaison újra és újra. Így van ismétlődött. Ez jött, ment újra, újra, újra véget ért kezdődött. De ekközben ugye volt még kettő lány, akivel közelebbi kapcsolatba kerültél, mind a kettővel beteljesült a szerelem. <laughs> hogy a, Fogalmazunk a, a, a romantika. Nekem egyébként nagyon meglepő volt az, hogy a lányok ennyire nyíltan közeltek hozzád. Azért is tűnt ez nekem ilyen furának, mert hogy ahhoz vagyok szokva, ha már valaki egy fiú egy másik lányjal ismerkedik, akkor a lányok azért nem annyira szoktak közelíteni hozzá. Az, hogy ez nálatok így történt, ez szerinted különleges eset, vagy pedig én vagyok túlságosan régi mód, és ez már olyan megváltozott nem, az életben. Egyáltalán, egyáltalán nem vagy régi módi. Egyébként az én olvasatomban is ez lenne a normális, hogy, hogy így közelednek, és ezt nem szeretném véletlenül, hogy így nagy képűen hangzódjon, mert abszolút nem gondolom magam annak, viszont, viszont valószínűleg ez az én, tehát az én kisugárzásom váltotta elő, ezt ki belőlük, hogy, hogy elég megképülően hangzik a Azért mondtam, hogy tudtam, hogy, tudtam, hogy ezt, ezt nem lehet úgy megfogalmazni, hogy ne legyen, ne hangzódjon kellemetlenül. De... A svájci nagygyőre nem hatottál így de a magyar lányokra rohadtul, értem. Nyilván más, hogy az anyanyelven tudom egyébként kifejezni magamat, az adott szituációkra mindig úgy tudok reagálni, ami, ami, amit a helyzet, helyzet kíván rögtönzésből, és ez, ez sok hölgynek, amúgy vagy lánynak egyébként imponáló lehet. Ugyanúgy ez pont pont ugyanannyi lánynak lehet egyébként unszimpatikus is, sőt, még lehet többnek, mint, a, mint akinek ez imponáló, hogy, hogy én hogy közeledek valaki felé. Viszont, viszont én szerintem ez az én személyemnek köszönhető, hogy erre így, így reagáltak a csajok, és ezzel nem őket akarom, hogy ledegradálni egy picit se. Bocsánat, nem, degradálni ma megtettem, tehát ilyen szó szóval nincs, hogy ledegradálni. Nem, Olof, ezzel... kommenteket őket szeretném Igen, látom igen, én igen, én igen. Én, tanulok, én, tanulok, én, is a saját hibáinkból. Úgyhogy nem tudom, ezt inkább nekem magamnak tudnám be, hogy, de nem is sikeremnek, tehát abszolút nem így tekintek erre, hanem magamnak tudnám be az én személyemnek, hogy erre így reagáltak a lányok. De várj, ott elengedtem ezt a svájci nagyó kérdést, ott mi volt a probléma, hogy nem nyerted meg, és nem vitted haza a fődíjat, meg a nőt, vagy a nőt a fődíjat, tehát hogy ez egy bejár, ugye? Idősebb volt a lány, és valószínű már elege volt az ilyen kis, mint már átélte átlátott, mi? átlátott rajta, mint a szitán. Nem, egyébként nem voltam neki szimpatikus, tehát ezt így ő perec elmondta, hogy valami, valami nem stimmel, nem tudja ő se megfogalmazni, hogy mi, de hogy én így nagyon nem jó, hát igazából nem volt egy hosszú, hosszú Aha. reakcióidő, vagy válaszadási lehetőségem rá, ezt így, így, elfogadtam, mondtam neki, hogy akkor köszönöm szépen a lehetőséget. És nem próbáltad meggyőzni, lenyűgözni? Ott az kellett volna, nem, miközben várom a rózsát, mondtam neki hogy na léci, jó leszek a csak, még csak egy csak, egy kicsit, talli, kicsit, csak igen. egy kicsit. Az, az a sláger is, csak egy kicsit. Csak a hegyét, tudod? Persze, így indul mindig. Oké. Okay. Um, tehát mi a személyiségedben szerinted az, ami vonzó a hölgyeknek, a lányoknak? Csak azért, hogy a fiúk tanulhassanak tőled, azért kérdezem ezt tanulni, akkor tanuljanak csak, hogyha komoly, komoly kapcsolatot akarnak. Szívom azt, hogy véredet, azt hogy, nem tudom, nem de azt, érzed. Hogy, de hogy nem, de azt, hogy, azt, hogy strigulákat gyűjtsenek, arra senkit nem, senkit nem mert az maximum egy kölyöknek imponáló, illetve, illetve jó móka még. Be, 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 ezt most nem ezért kérdeztem, azért kérdezem, mert a sok fiú nem talál magának egy nőt se. Te bemész jogos. egy való világba, és hár, három, nőt, úgyhogy egyébként, hát most én hiszek a női egyenjogúságban, meg ilyesmibe, de azért nekem fura, amikor egy nő úgy rámegy egy palira, hogy tudja, hogy egy másik nővel egyébként országvilág előtt himi humizat, ő is országvilág előtt. Szóval ez nekem fura, mindegy, mindenki. Ez a normális, jogi, a A férfiak csinálják, akkor csinálják a nők is, oké, tök oké. De hogy, hogy szerinted mi az a személyiségedben, ami ennyire mágnesként hatott a nőkre? Én szerintem egyébként a legfőbb az az, hogy, hogy iszonyatosan figyelmesnek gondolom magamat. Tehát nem az van, hogy valami... A műsorban ez az nem nagyon jött le, hogy jól láttam a kommenteket. De nyilván Ugye, tehát az, aki nézte a volt 024-es stream, ott nyilván átjöttek azok a hosszabb beszélgetések is, amit esetleg én tudtam adni ezeknek a lányoknak, ami által megkedveltek. Tehát ez nem csak az volt, egyébként nem is tartom magam olyan, olyan hűdehelyesnek, hogy ez csak a külső miatt lett volna, vagy, vagy bármi, bármi ilyesmi, hanem sokkal inkább ennek, hogy amúgy nagyon figyelmesnek gondolom magam. Tehát valakivel beszélgetek, akkor azt, azt, azt tényleg úgy teszem, hogy, hogy, hogy figyelek rá, érdekel, amit mond. Ezt, ezt érzékeli valószínűleg a partner is, és ezáltal amúgy érdekesnek gondolhat, hogy váó, ez a csávó amúgy figyel rám, őt érdekli, amit mondok, megjegyzi a dolgokat, legközelebb visszatudom idézni, amit éppen, éppen mi beszéltünk, nem az van, hogy, hogy sablon, sablon felvett menős dumákkal, most én tudom, hogy erre mondok egy ilyen szöveget, erre ez lesz a reakció, az ilyet azt nagyon nem, nagyon nem csipem, nagyon, sőt el is ítélem abszolút, mert ez nem ez semmire nem jó szerintem. Itt 25 éves vagy ugye most, hogyha jól informálódtam az internetről, Szerinted ez ritkasság a mai 25 évesek között, hogy figyelnek egymásra, meg hogy, meg hogy meghallgatják egymást? Hogy nevetséges, de szerintem ez egyébként ritka. Tehát annyira, és ezzel nem... Na a srácokat inkább most már akkor degradálom. Tehát egyébként annyira nem foglalkoznak fel, és ráment ez, hogy akkor legyen a, legyen a mennyiség, meg buli, meg ez, meg az, meg amaz, amúgy a mai világban, hogy, hogy, hogy szerintem ezáltal, hogyha valakit amúgy szimplán nem, amúgy nem csinálok semmi extrát, szimplán úgy gondolom, hogy normális vagyok az adott, adott lányjal, akivel ismerkedek, és ez amúgy, ez amúgy Pura, de de iszonyatosan imponáló, nagyon sok, nagyon sok lánynak. Nagyon, nagyon soknak. És és ezáltal gondolom azt, hogy úgymond egy megnyerő személyiségem van, így a, így a lányok körébe. Uh -huh. Jó, de hát mondjuk a Renivel, ugye Reni? Mindig Bibit akarok mondani, de vele nem volt semmit. Szóval egy volt. Nem. oké, okay, akkor az hogy nem láttuk, hanem nem volt jó. Szóval ugye Renivel ugye az első éjszaka ez megtörtént. Az első éjszaka, nem a figyelmességed lehetett ennek a, a nem. behúzó ereje. Renninél egyébként ez kivétel, tehát most úgymond a másik két lánynál inkább ez lehetett nyerő, hogy, hogy figyelmesebb voltam velük, de Reninél nem Reni az kerekperec megmondta az első perctől kezdve, figyelj, én oda vagyok érted, mint Pali, külsőleg nekem teljesen az esetem vagy, és, és akarlak, akarlak téged. Tehát konkrétan ki voltam sajátítva, mint neked itt van a szép Nem Te voltál -e az, az áldozat. Az neki, én voltam, neki én voltam a bőgre, igazából. Te voltál -e az áldozat. Ezt az nem feltétlenül így dologban. akarom mondani, hogy áldozat, mert mindenhez egyébként Jó, kettő, a te voltál kettő emberkel. ember kell. Hát de egyéb... Ezt ki lehet így mondani. Szerintem, hogyha ezt így kimondom, Renike se fog megsértődni, de de ez valójában így történt. Tehát, ugye mondtam, hogy nem néztem vissza sok jelentet, ezt, ezt, végül is végignéztem, ahogy konkrétan mondom, ne léci, ne kérlek, ne. Tehát ez így zajlott le, és, és hát de fura volt az én számból ezeket a mondatokat hallani, de tényleg úgy mentem be, hogy nekem itt nem lesz, nem lesz semmi, hát nem sokáig tartott. Az ellenállás, meg az akaraterő, az nem a te barátod? Nagyon nem, és szeretném egyébként, hogy a barátom legyen, tehát tisztá vagyok vele, sokat szoktam magamat így, így, így tanulmányozni, vagy próbálok, hogy fogom diagnosztizálni, hogy mik lehetnek egyébként a problémák, beismerni a saját hibáimat, és amúgy, amúgy van bőven, ez például az egyik fő problémám, hogy, 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 hogy az ellenállás az, az, nagyon nem, nem pálya nekem. Egyébként, hogyha kapcsolatban vagyok teljesen más, tehát, tehát az, az, az akkor nem fér bele egyébként egyáltalán, hogy hogy megcsaljam a partnerem, vagy bármi ilyesmi, de azt is abból tanultam meg, hogy a legelső barátnőmet rengetegszer megcsaltam, és, és, rájöttem, hogy ezáltal igazából csak magamnak csinálok szart. Tehát féltékeny voltam, ú, nagyon gáz. Az a tipikus toxikus, toxikus srác voltam, ami nagyon sok kapcsolatban a mai világban, még amúgy 20 évesen, meg 30 évesen is előfordul. Hál' Istenek, ezt át tudtam élni 15 16 évesen, így a legelső barátnőmnél, hogy ez... De, meg, de megcsaltad, és ezért te féltékeny volt erre? Persze, hát nyilván utána nekem nincs bizalmam felé, hogyha én hülyeséget csinálok. Hát ez, ez így kölyökként rájöttem hamar, hogy ez nem de lesz. 14-16 éves korodban hány a szüvességedet, arra, 14, Tizen, mikor, hány, 14 vagy, amikor mész I középiskolába, ugye? Igen, nyom, igen, ugye? 14 és a 8 vagy, hány van, van. Az. akkor. Azon a nyári szüneten emlékszek. Hú, de nem tudtam, hogy mit kellett csinálni. Nagyon, nagyon kellemetlen srác voltam. A 14 és nem csodálkozom. Fogalmam nem volt, hogy mi újság. Én ja, hogy mi a szex, vagy csak így megtörtént Nyilván valami? tudtam, nyilván tudtam. Akkor azért már kacérkodtam, mint ugye, én ilyen videókkal biztos az interneten, hogy megnéztem, hogy, hogy mi, hogyan, mi hogyan működik, de... Egyébként de... -e az interneten egy való világ Igen. <laughs> Nem, de egyébként, egyébként igen, ja, korai volt ez még, tehát fogalmam nem volt, hogy most mi az, ami esetleg jó lehet a partneremnek. Vagy neked. Vagy, vagy épp nekem, igen, vagy épp nekem. Oké, okay, szóval hogy, hogy párkapcsolatban hűséges vagy, hogyha az egy igazi párkapcsolat, nem pedig egy villaszerelem, vagy egy villarománc a dologban. Évjük románcnak, az úgy az, jobban hangzik, ez a, a románc, mint a szerelem jobban, jobban. Oké. Okay. Uh, de hogy a tévénéző azt láthatta, hogy te gyakorlatilag így halomra falod a, nőket a a műsorban, és látom a különböző kommentek alapján, hogy ez nem volt túlságosan szimpatikus nekik. Te gondolkodtál bent azon, hogy ez hogyan fog lecsapódni kint? Gondolok így a tévénézők szempontjából, hogy hogyan csapódik le, mint a női nézők szempontjából, és gondolok arra, hogy a fiúk szempontjából hogyan csapódik le. Ott bent nem gondolkodtam ezen. Tehát körülbelül három napig volt az a fejemben, hogy mi lehet szimpatikus a nézőknek. Nem csak erre gondolok, befejezem akkor a kérdést. Bocsánat, Bocsánat, hát, arra, nem, nem szólták közben, nagy szünetet tartottam. hogy a, Azért is kérdezem ezt, mert ugye fiatal fiúk is nézik a műsort, sőt, a mostani való valóvilág inkább fiatalokra van szerintem e, e, célozva. Nézik fiatal fiúk, fiatal lányok. A fiatalok azt látták a műsorban, hogy te gyakorlatilag végigmész azokon, akiken végig tudsz menni. Egyrészt ez mit üzen a fiatal lányoknak, másrészt mit üzen a fiatal fiúknak szerinted? Ú, így belegondolva, tehát most így, hogy így végig gondoltam, biztos, hogy ez egy, ez egy, ez egy rossz, rossz üzenet egyébként, tehát ez egy, nem egy követendő, nem feltétlenül egy követendő példa, de, de én ezt nem is, nem is, azért, azért csináltam, hogy ezzel bárkit erre buzdítsak, vagy bárkibe be azt érjem el, hogy én a példaképe legyek, és ezt, ezt követni akar, ez egy követendő példa legyen. Abszolút nem volt ez, ez célom. Egyébként, úgymond, ez két-három nap után megfeledkezik az ember róla, hogy őt kamerák veszik, hiába van minden sarokba egy, ezt így én, én teljesen kizártam, és próbáltam tényleg azt, azt adni, ami, ami, ami én vagyok. Lehet, hogy azért voltam két-három napig csak szimpatikus az embereknek. Jó, de azt <laughs> értem, hogy kizárod a kamerát, azt megértem, de azt nem zárhat ki, hogy ez egy játék, és itt egy fődíj van, ami 30-valány millió forint, vagy mennyi volt most a. 36 fődíj. millió forint. 36 millió a, forint a fődíj. A, fődíj. a fődíj. Ezt nem tudod kizárni, mert hát ott vannak játékok, kihívások, feladványok, interjúztatnak benneteket a, a, a nyugi szobában, vagy nem tudom, hogy éppen itt hogy hívják. A riportszobában hogy itt azért nem lehet kizárni, hogy ez egy tévéműsor, ezt nekem nem mond az lehet, hogy kizárat, hogy akkor, hogy, hogy, hogy épp épp esznek, magad, amit mit az Most Azt épp, ki magad, hogy magad, mert minden takaró alatt történt. Éppen ezt kérdeztem, amikor bejöttél, hogy miért kell takaró alatt csinálni, ha már történik. De tényleg, szóval, ha már történik, akkor mindenki tudja, mi történik, miért kell takaró alatt. Tényleg, a valóvilág világ szerkesztőjének üzenem, hogy legyen egy ilyen takaró átvilágító kamera. <laughs> takaró átvilágító kamera. <laughs> most már ez. Igen, nonsense. ez egy komoly, komoly, komoly feltalálás. lesz. Nem, én, én nem, nem szerettem volna. Tehát ez azért alapból úgy mentem be, hogy, hogy is szeretnék, de az, hogy most takarónélkül, és takaró nélkül és ingyen pornófilmet forgassak bent ország előtt, nekem ez nem, nem volt. Kaptál volna egy 36 millió forintot az ötletben? Nem, nem, szerintem, nem. Szerintem egyébként, még, az amúgy, hogyha belegondolok, hogy az szimpatikus lett volna az embereknek, szerintem egyébként több embernek lett volna az még inkább unszimpatikus, mint, mint szimpatikus, hogy, hogy végig. Szerintem ez nem feltétlenül van így, hát az Auréliónál voltak azért olyan jelentek, amik, amik ott történtek, a Somán nem emlékszem, mi volt már, de az Aurélió azt mondom, hogy pörgette a dolgot, meg ott volt <laughs> ilyen kis kézi munka, meg ilyesmi, tehát hogy azért volt korábban is. Azóta olyan szintű változáson megy amúgy át a társadalom, hogy, hogy elítélendő. Ez azt veszem észre, hogy ezeket már sokkal inkább elítélik, mint mondjuk nem tudom hány éve volt az Aurélió, de legyen mondjuk 7-8 éve. Azért, azért azóta szerintem sokkal jobban elítélik ezeket a dolgokat már, illetve úgy veszem észre a most, most a kommentekből, vagy, vagy nálam. Van hogy úgy mondod, hogy oké, hogy nem láttuk, hogy mi történik, de basszus, a nappali közepén történt egyszer, vagy kétszer, vagy többször a történet, Lehet amikor a a többiek körületetek. Ne viccelje már! Hát eh, nehéz, rá, nehéz rám itt mondani. Ez olyan, hogy most én nem nem foglalkoztam vele, úgy voltam vele, úgy látszik belőlem semmi. Nyilván mindenki pontosan jól tudta, hogy mit csinálok. Pontosan jól tudta ezt, mindenki látszott, az arcom, látták ezt, ezt, ezt folyamatosan, de Sőt, hát a szobában is volt, voltak, voltak mellettetek mások, Konkrétan közben volt, a igen, volt, volt, hát, többször. Ső, ső, volt, többször. Többször ilyen volt. Többször, ilyen, többször volt ilyen, amikor voltatok. Igen. Sőt, igen. Tehát ez, volt, ez volt inkább sűrűbben, hogy mások ott voltak a szobában rajtunk, rajtunk kívül. Engem ez egyébként így nem, nem nem változtatott semmi, hogy elvegye, elvegye az élményt tőlem, vagy, vagy egy kicsit is, egy kicsit is így elgondolkoztasson fejbe. Lehet, hogy ez egyébként hiba, de én nem feltétlen, nem feltétlen tartom annak amúgy nem. Hm? A szülők mit szóltak hozzá? Édesanyámtól ennyit kérdeztem, hogy nagyon gáz volt, -e? amikor kiestem, ez volt az első kérdésem. Mielőtt még megöleltem, mondom, jöhök, megálltam, vagy megtorpantam előtte, mondom, mondom, nagyon szégyent hoztam rád. És azt mondta egyébként, hogy nem, most nyilván lehet ez elfogultság, vagy bármi ilyesmi, de, de nem gondolom, nem, nem úgy ismerem, nem olyan a viszonyom édesanyámmal, hogy ő elfogultan kell nekem válaszolnia. Mondta, hogy ő, neki azért egy stresszes, stresszes, időszak volt ez, azért egy, azt mondta, egy pár infortust kihordott, kihordott belőle, illetve pár hajszála az megőszült miattam, de Szerintem sok olyan dolgot is tudtam magamból adni, már amikor nem épp a szexuális témák voltak a porondon, remélem volt ilyen, mondom, nem néztem vissza, de azért gondolom volt egyébként ilyen is, amikor az érzékenyebb oldalamat tudtam egy kicsit megmutatni, amit próbáltam egyébként így magamba tartani, vagy nem feltétlen kiadni, hogy azért az a maszkulin energia, ami a férfiakban van, azért nem megmaradjon így, így, így a jellemem körül, de, de, azt mondta egyébként, hogy semmiért nem csináltam, ami, amivel ő, ő olyan kellemetlenséget okoztam, okoztam volna. Úgyhogy... Olyan forró, hogy ezt mondod, mert hogyha meg egy lány lennél, akkor lehet, hogy azt mondta volna az anyuka, hogy hát ez nem annyira sőt, volt oké. Okay. Sőt, több mint, több, mint valószínű. Ugye, ja, sajnos ilyen téren nem kezelik férfiakat, nőket egyen, egyen jogunak ebbe. Tehát, hogyha egy lány csinálja, akkor egyből, egyből, egyből trágár szavakat használnak az adott, adott hölgyre ha egy fiú csinálja, akkor az, az férfiaknál vagy fiúkáknál oké, okay, jó király vagy laza vagy, női szemmel már ugye jobban elítélendő, tehát azért megkaptam nagyon sok nőtől, hogy ez a viselkedés, amit én, én produkálok, vagy illetve adok magamból, amúgy ez, 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 ez unszimpátiát vált ki, és ez elfogadhatatlan, ez, ez kritikán, kritikán alulja, hogy én viselkedek. Srácoktól nagyon sok megkaptam, hogy, hogy, hogy példaképen vagy, így amúgy, tehát ez, de ez nem is, tehát ez nem azért mondom, hogy ez, erre büszke vagyok, vagy amúgy bármi, nehogy, nehogy félért, csak hogy, hogy annyira fura, hogy, hogy férfi és nő közötti reakciók között milyen, milyen különbségek voltak ezzel kapcsolatban, iszonyatosan megosztó személyiség voltam, arra így rájöttem, amiután, amiután, kiestem. És ö, egyébként sok nőnél azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon csúnyán fog hangzani, lehet. Remélem nem ez lesz majd a főcím, vagy a szalagcím. Meg kivár, itt mondasz, e meg látjuk, igen. Hogy, hogy főleg azok a nők, Ítélik el, akik amúgy a legjobban azt érzem, hogy vágynának arra, hogy nekik adjam meg ezt a figyelmet. Tehát ők azok, akik a legnagyobb hanggal vannak ebb, ezzel, ez ellen, hogy én így viselkedjek velük. De amúgy, hogyha nekik adnám meg ezt a fajta figyelmet, és velük foglalkoznék, akkor pontosan azt érzem, hogy hú, te nem is vagy olyan, nem is vagy olyan, mint aminek gondoltalak, stb. 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 És általában ez a reakció következik be, hogy, hogy amint ők kapják meg azt a figyelmet, akkor egyből más a véleményük rólam. Amint nem nekik jár ez a figyelem, akkor ez gusztustalan, ez elítélendő, ez undorító, nem is jó Pali, nem is értem a többiek, mit tesznek rajta, és így tovább is társai. De az, amit ők elítélendőnek találnak, vagy azt mondják, hogy gusztustalan, az micsoda? Mert azt olvasom, hogy itt írták kommentekbe, hogy a lányokkal is hogy beszélsz. Volt ilyen? Én ezt nem láttam. Volt egyébként, hogy ő nem beszéltem úgy a lányokkal, ahogy, ahogy kellett volna, de ez inkább a vége fele, ez azért a három hónap bezártság után jött ki. Tehát azért az első egy-két hónapban én nem gondolom, hogy olyan sok akkor lett volna. Minden párkapcsolat három hónapnál rövidebb volt. Ez így megvan, hogy három hónapos, és akkor az a 90 nap letelik, na, akkor itt igen, az vége. Az, az, az azért, azért mondom, hogy a három hónap tovább már nem volt. Egyébként igen? az a vicc, hogy egyszer volt egy lány, ismerkedtem, és az pont három hónapig. Pont három hónapig. Tartta. Ez a telekosz a kapcsolatod a három hónap? Igen, akkor elmentem a svájci nagyőbe, és akkor mondta az a lány, hogy akkor ő nem szeretne annyira nagyon többet igen, nem lehetett Ez a része, hogy elmentem a svájci ismerkedni mondtam neki, hogy mondtam neki egyébként, hogy nem lesz semmi, és lehozom ezt az egészet úgy, hogy, hogy amúgy Évek vissza hozzá, csak egy nyaralásnak Igen, felfogom. a való világban is, nem lesz semmi, ott egyébként tartottam, az tehát, tehát tartott, az, a svájci nagyobb, ezt tartottam hát is, meg, viszont... a, a nő, igen, azért igen. lehet, hogy nem így történt De így jó, jobb, jó, 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 jó. Jó. de ez így, így, így elmesélve, hogy én mondom, jobb, ah, jobb, igen, jobb, jobb a nekszorinak. Ott tartottunk, hogy, hogy a nőkkel hogy beszéltél a műsorban. Igen, azért egy 90 nap után volt, hogy, volt, hogy sőt legyen az inkább egy 70-80 nap is, hogy már megfordultak olyan nem is azt, mert csúnyán, tehát drágár szavakat nem használtam feléjük, viszont, viszont, viszont lekezelően beszéltem velük, ezt kaptam meg többször, hogy, 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 ilyen oktata, oktatószerűen, illetve, illetve lekezelően beszélek velük, és ez volt, ami, ami nagyon sokaknak kevésbé volt, kevésbé volt már szimpatikus. Amit persze bent nem is érzékeltem, tehát meg nem fordult a fejembe, hogy ez egyébként ennyire unszimpatikus lehet, lehet kint. Tehát például Hát ezért valóság, mert nem érzékeled a külvilágot nyilvánvalóan. Nem. És, és például olyanokért szóltam, hogy most itt vagytok 20x éves lányok, csak a pilla, csak a műmel, csak, az a ilyen, csak a felszín fontos, de a valódi értékek, amiben én egyébként felnőttem, és értéknek találok egy nőbe, nem vélem ez nem hangzik túl ilyen, vagy nagyon maradian, de, de azért, hogy igenis tudja, tudjon magára legyen egy kicsit igényes, és nem feltétlen csak a külsőségekkel, de a környezetére egyébként, tehát Jól néz ki minden, ki van, meg Nem, nem a... hiszem, hogy ezt sérelmezik, ezt a beszólásodat, amikor azt mondják, hogy a nőkkel, ne idegesíts de én ezt úgy fejeztem ki, hogy igazából tehát volt például egy olyan mondatom, hogy, hogy ahelyett, hogy saját kis külsőtökkel foglalkoznátok, pakolnátok el magatok körül a szemetet, vagy vinnétek ki a flakonokat, amik tíz napja az ágyatok mellett rohadnak. Tehát például ez már egy, egy olyan... De sérelmezték olyan... az Instagramon a kommentekben a képed alatt, hogy hogy beszélsz a nőkkel, hogy vigyék ki olyan, a... olyan csúnya, a szemetet. Olyan csúnyat, szavakat egyébként nem, nem, tényleg nem, tehát senkivel nem, nem használtam, hogy most nem káromkodhatok, ugye? Persze. Nem büdös kurváztam le senkit, tehát ilyenek, 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 így nagyon nem, nem, nem voltak benne abszolút, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezek inkább arra, az a, arra kaptam ezeket a kommenteket, főleg, hogy, hogy, én egyik lányból megyek a másikba, és ez volt, ami ezáltal ennyire unszimpatikussá tehetett. Én ezt így gondolom, hogy, hogy, hogy kiestem. Tehát olyan csúnya beszéden nem volt inkább ez, a, ez, hogy én degradálom őket, mert mondtam például olyan, hogy annyi eszed van, mint egy öt évesnek. Tehát ezek voltak, ami, ami, ezeket ami már... Ami, valójában. Ami, ami, olyan, hogy, ami, olyan, hogy, ami olyan, hogy, hogy durva. Tehát, hogy, hogy leke, ez a lekezelő stílus igazából, mint hogyha... Mint hogyha úgymond én valaki, valaki lennék. És... Ilyen vagy az életben is? Nem. Ezt ez még tudom annak, hogy be vagyok, be vagyok, zárva, és a sok inger egyszerűen, egyszerűen az inger küszöbe megtelik az embernek, és, és, betelik, betelik az a pohár. Tudom, milyen nehéz elviselni 14 különböző embert, akik, akik akiket tényleg nagyon-nagyon nehéz találni. Soha, soha nem gondoltam hogy ennyire nehéz lehet valakikkel együtt élni. Volt már több lakótársam, de, de ott mindig megvan a kis privátszféra. De elmész a szobádba, úgymond, vissza visszajössz, hamar visszajössz hamar az életbe. Na itt nem tudsz elmenekülni a problémáid elől. Az ugyanúgy böfögni fog előtted, az ugyanúgy fingani fog előtted, sunyán fog beszélni előtted, ott fogja hagyni a szemetet, és lesznek olyan dolgok, amivel amúgy idegesíted magad, magad csak örlődsz benne, örlődsz benne, és, és, nem tudsz kikapcsolni, hogy jó, elengedem, jó, nem foglalkozok vele idei óráig, amúgy tudsz. Bennem ez, 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 x nap után kijött egyébként, ezért is voltak ezek a, az ilyen, ilyen beszólások főként. Beszéltél így a fiúkkal is? Mármint a játékból? Aha a játékban belül beszélt így a fiúkkal is, tehát, hogy a, meg, megmutatott is a véleményedet, ott is keményebben szólt el a fiúkhoz, vagy ezt csak a lányok kapták, mert gyengébb. Nem volt olyan ö, nagy konfliktusom egyébként így srácokkal, tehát most ez vagy betudható annak, hogy volt egyfajta tisztelet a srácok között, de nem éreztem soha egy srácot se, hogy esetleg tiszteletlen lett volna velem, vagy... Egyik srác, vagy... Egyik srác se az üvegét két hétig. De volt rohozni. egy srác, akivel volt egyébként bent, bent bent úgymond ilyen összetűzésem, az, az Ákos, vele voltak, vele voltak vitáim, így, így főleg. Ott én megmondtam, hogy itt vagyunk bent egy olyan valóságsóban, ahol konkrétan a segünket kinyalják, tehát semmi okunk nincs rinyálni, és, és, és ezt, ezt, amúgy nagyon nehéz volt magamba tartani ideig óráig, és ugye neki is ezt, ezt elmondtam, hogy, hogy, hogy figyelj, ez így nem oké, hogy hogy te ezért nyálsz, azért irányálsz, a seggünk ki van konkrétan nyalva, hát most miről beszélünk? Most nem ne? a lányokra gondolsz? Nem, 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 nem. Most nem, most kivételesen <gül> nem. Úgymond <laughs> nem. nem a szószoros értelmében, de mindent megkapunk, amit mi csak szeretnénk, képességgel, és, és, és ezáltal ott volt, voltak összetűzéseim vele, hogy ezt elmondtam, de hogy én, én csak mindig beszólogatni tudok, blablabla, bla, bla Tehát az, az, az sem olyan. Voltak mindig vitáim, voltak folyamatosan egyébként konfliktusaim, de egyik sem volt olyan, hogy most hogy az egy, az egy nagyon durva konfliktus. Tehát nagyon sok konfliktusom volt, de egyetlen egy nagyon durva konfliktusom sem. <sa> csak azért kérdezem ezt most tőled, mert úgy tűnik, hogy a lányokat jobban kikeszted a fiúknál, és ez tűnhet úgy is az emberek számára, hogy ezt azért csinálod, mert a lányok gyengébbek a fiúknál. Tehát, hogy megvan a lehetőség arra, vagy kikezdőket, mert hogy nem úgy fognak visszaszólni, nem kell tőlük annyira tartani, mint egy férfitől. Megkaptam nagyon sokszor, bocsánat, hogy közben vágtam, Jogottam, megkaptam hogy... nagyon sokszor egyébként, igen, hogy én narcisztikus vagyok, és, és, és ez, és ez megmutatkozik, ahogy én a lányokkal viselkedek, stb. 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 Egyébként nem voltam rest, tehát miután kimentem, én elmentem egy, egy szakemberhez és, és megkérdeztem, hogy legyen szíves, diagnosztizáljon azért mégis, hogy így mi a valóság hogy így velem, velem kapcsolatban, és egyébként azt mondta, hogy enyhe narcizmus felfedezhető nálam, de hogy annyira azért nem vészes, mint ahogy én ezt megkaptam. Tehát az azért ez az egy erős, erős, túlzás volt, hogy az át jöhetett adott embereknek, de egyébként nem Megvoltak azok az emberek, akik ezt nagyon szerették hangsúlyozni, és ezt, ezt láttam, mindig ugyanazok a kommentelők voltak ugyanazokkal a kommenteknél minden kép alatt, de, de nem, Oké, okay. uh, ugye a Renivel kapcsolatok az azt mondta, hogy úgy indult el, hogy valójában Renni levadászott téged az első éjszakán. Ez így volt ez nem az. Utána van, az ugye van. még volt kettő lány. Őket hogy hívták? Piros és Anita. Piros és Anita. Amikor ők elkezdtek hozzá közeledni, vagy fordítek közeleti hozzájuk, vagy hogy Piros az én közelettem volt egy lehetőségem, hogy elvietek randizni egy lányt, hogy a nézők ezt szavazták meg, és akkor pont én a Renivel voltam. Hát mondom, jött egy új csaj, piros volt akkor bent pont a legújabb csaj. Hát mondom, én, én mondom, visszam csinálom egy kicsit. A... Bennem volt az a, ez a, ez a csibész feszkó és egy kicsit talán, talán, talán direkt is csináltam. Te te valójában Renének szívtad a vérét? Annak indult az egész egyébként, amíg nem mentem el a lányjal beszélgetni. Tehát ez úgy volt, hogy jó, van, majd egy jó poén lesz, kicsit idegeskedik. Aztán nyilván valamilyen formában felkeltette az érdeklődésemet, és átment egy beszélgetés formájába. Tehát ott vele teljesen más, hogy ismerkedtem már, mint például a Renivel. Tehát ott azért megadtuk a módját, ott volt egy normális beszélgetés kettőnk között. Ő inkább láthatta azt az oldalamat, ahol 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 elnyere, elnyeri az én figyelmemet, stb., és, és megadom neki azt a fajta tiszteletet, amit amúgy megérdemel egy nő egy ismerkedésnél. És te miért nem mondtál erre a dologra nemet? Amikor elvihettem őt, hát, esetleg randizni? Hát most vagy? arra gondolok, amikor mondjuk összecsattantatok egymással, Igen. erre a részre gondolok, hogyha te tudtad, hogy ez nem fog szimpatikusan lecsapódni esetleg a tévénézők szempontjából, hogy már még, még egy lány, meg utána a harmadik lánynál, hogy ez. Főleg, hogy akkor ott még egy lány, akkor te miért nem tűrtőztetted magad, de miért nem tartottad vissza magad? értem, hogy a nyilván a készítőként nagyon örültek, hogy ez nem mit történik, hogy visszatartod magad, hiszen ez konfliktus forrása, stb. De te oda bent miért nem tudtál megállt parancsolni a vágyaidnak? Nem volt egyébként semmilyen külső behatás így a, így a szerkesztőtől, nem vagy bármi ilyesmi. Nem nem csak, hogy csak én, azt mondom, mondom, hogy örültek hogy biztos magam annak neki, hogy ez így történt. Igen, ez százszerzék, hogy örültek. Viszont én abszolút nem gondolkodtam, hogy ez hogy jöhet át akkor a, nézőknek. Tehát nem volt bennem hiába a lebegott az ember előtt, tényleg, ez, hogy 36 ennyire, millió forint. nem zárni ezt nem volt ez, ez teljesen nekem. Ez, ez annyira, ez, az, ez hiszem, hogy hihetetlen, de ez annyira kizártam, tehát nem volt bennem az, itt már mondom, pár nap után megszűnt, ez teljesen, hogy érdekeljen, hogy mit gondolnak, ilyen vagyok, és ezt csinálom. Mert amúgy igen. De ilyen, igen, vagy? Ha nem vagyok kapcsolatban, amúgy, amúgy én valamilyen, valamilyen formában igen, ilyen vagyok, szeretek, nagyon szeretek flörtölni, imádok, imádok flörtölni. Annyira szeretem, hogy, hogy, hogy nagyon éltet az, az, az a része, amikor én... Flörtölni szeretsz, vagy szexelni szeretsz új emberekkel? Mindkettő. Mindkettő. De a flörtölés része az, amit imádok sokkal jobban még, hogy elvezet a szexhez való úthoz is. De egyébként igen, mind a, mind a, kettő, mind a kettőt, mind a kettőt imádom, és sem úgy ez ezt, ezt nem nem is feltétlenül tartom egészségesnek, sokkal inkább, sokkal inkább ezt valamilyen formában már betegesnek tartom, hogy, hogy ez, így, így ez így kialakult bennem, de nem tudok mit csinálni nekem, ez, 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 valamilyen formában függőség kiáltváltozott szerintem. De volt olyan -e nap, amikor nem szexeltél a villában? Nem sok. Nem sok. Biztos, hogy volt, de nem sok. Hm. Egyébként. Hm. Tehát, hogy te szerinted szexmániás vagy? Szerintem én egyébként az vagyok, igen. És ez az a baj, hogy nem feltétlen az, hogy, hogy most ugyanazzal a partnerrel. Tehát, hogyha én egy kapcsolatban vagyok, abszolút nincs bennem ez a, ez a szexfüggőség. Tehát teljesen meg vagyok, úgy most én naponta egyszer szexen, nincs bennem az, hogy naponta többször szexeljek valakivel, vagy bármi, bármi ilyesmi. Abszolút nincs ez. Viszont amikor így, így nem vagyok, nem vagyok kapcsolat, és ezt nem mostra értem, beszéljünk úgymond inkább így a villa előttről, mert ez valamilyen szinten azóta változott bennem, de sokkal könnyebb beismerni nyilván így, hogy úgy visszalátod magadat, hogy oké, okay, valami, ne, valaki nem, valami nem biztos, hogy oké, okay, ezt nem biztos, hogy így kéne csinálnod, és ugye ezen nagyon kevés ember tud elgondolkodni szerintem, vagy beismerni magának, mert amúgy, amúgy valljuk be, iszonyatosan nehéz beismerni a saját problémáink, problémáinkat, és, és azt mondani, hogy figyelj, én ebben nem vagyok jó, hanem inkább egyszerű azt mondani, a könnyebb utat megkeresni, hárítani, és nem, de ez így jó, csak ő hülye, és úgy gondolja. Hát amikor több száz ember, vagy több ezer ember ezt azt, amit csinálsz, akkor valószínűleg egyébként valami alapja van, hogy az nem feltétlen nem feltétlen jó, Egy... és akkor úgy, úgy, úgy azért magadba lehet szerintem. Tehát te mész szembe az autópályán, van, nem jönnek szembe veled. Így van, így van. Tehát én nekem ez meg is történt egyébként velem, velem kapcsolatban, de amúgy a való világ előtt, amikor én nem voltam kapcsolatban, akkor úgy gondolom, hogy igen, ez, ez engem is vonzott, megyek, bulizok, bulibolt, ismerkedek egy csajjal, elviszem, és mindig is megvolt. Tehát nem feltétlen, tehát a való világnak én nem köszöltem azt, hogy több lányjal vagyok, vagy bármi ilyesmi, mert éltem elég sok csúnyát ilyen téren, hogy, hogy akkor buli csajozás, vagy, vagy épp nem is buli feltétlen. Hanem... Ja, csak az a bajom, az ember ezt 16 éves korában lerendezi magában, legalábbis én így voltam ezzel a dologgal. Utána amikor észrevettem azt, hogy viszonylag könnyen ismerkedem, akkor viszont tudtam, hogy ez egy erő, és csak akkor használtam, amikor azt tényleg akartam használni. Ez nem, mint a, amikor tanul az ember, és tudod, nem karatézel mindenkit az utcán, hanem önvédelemre használod, Volt, csak van. tehát, hogy tisztában vagy az erőddel, és azt úgy használod, ahogy az, az a legméltóbb. És ez egyébként tudom, hogy rám nézve, amúgy nem is, ez nem, ez, tehát ez nem fényes, sőt, inkább egy egyszerű olcsó Jánosnak mondanám magamat, hogy, hogy úgymond, lehetnék egy tök nemes ékszer, aztán igazából csak egy egyszerű kis, valami kis bizsú vagyok, mert megkaphat úgymond bárki, aki bemegy éppenséggel a bizsutériába. Nekem tetszik ez a gyűrű, most épp megveszem ezt a barna színű gyűrűt. Hát pont ilyen vagyok amúgy sok lánynak egyébként, és, ez, és erre nem vagyok büszke, nem is szeretném, hogy ez egyébként bárkinek példaértékű legyen, mert, mert amúgy nem az ideig órák jó, csak én benne ragadtam ebbe az időbe órába, és nem jöttem ki belőle. Mi furcsa egyébként, hogy tényleg az, hogy te, aki egyébként azt mondod, hogy könnyen megkapod a nőket, és nem tudom, hány nővel voltál. Hány nővel voltál. Ez így nagyon muszáj, jó, hogy őszinte az őszinteségre. <laughs> szóval, hát az most már három számjegyű. Ez, bőven száz fölött. Oké, okay, szóval, hogy sok nővel voltál, és ekközben egyébként pont te érzed magad kihasználtam. Így van, nagyon érdekes, ugye? Mm. És, 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 ezáltal minden egyes ilyen aktus után nincs bennem az, hogy, hogy most, most jobb. Nem lett jobb. De akkor jön a következő lehetőség, és, és bassza meg újra élek vele. Amúgy nagyon, 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 nagyon rossz, hogy én ezt amúgy föl is ismerem magamban. Tehát ez a legrosszabb az egész, hogy amúgy én ezt így, így, így csekkolom, hogy nem jó ez, amit csinálok. Nem feltétlen kéne ezt csinálom. De akkor barna, térjél már észre, akkor miért csinálod? És, és, akkor oké, nem csinálom. De ott a következő alkalom, jön a lány, megtetszik. Figyelj, ez, ő ezért tetszik. Ő azért tetszik, neki szép a haja, neki, neki amúgy van egy olyan kisugárzása, hogy ez vonz, neki amúgy, neki amúgy a, az intelligenciája tetszik, és meg meglátom valahogy mindenkibe a szépet. Olyan nagyon érdekes, és, és próbáltam már azt, hogy hogy, 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 de nem, de nem, de nem, és valahogy de mindig igen. Mindig igen a vége, és, és egyszerűen nem, nem tudom, hogy ez, ez mitől alakulhatott ki bennem, mert nem kaptam soha úgy elutasítást, nem törték úgy össze a szívemet, hogy, hogy, hogy ez, 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 abból annak köszönhető legyen. Tehát nem volt soha semmi ilyesmi, ami, ami akkora traumát okozott volna bennem, hogy, hogy ezt, váltsa, ezt váltsa ki egyszerűen. Szimplán betudtam annak, hogy, hogy ilyen, ilyen vagyok, beteg vagyok, Ketteg Viccesen vagy. hangzik, elként, tudom, elként de... Azt írja valaki kommentben, hogy te mondtál valamit a műsorban, ami traumatizált téged, és amiért ez kialakulhatott. Az egy másik dolog, az a, az a csúnya beszéd volt, ami miatt ez kialakulhatott. Mi a csúnya az, az, De édesapám nagyon csúnyán beszélt édesanyámmal, és az ebből, ebből, ebből ja, jött ugye, még a, gyerekként. Én, én családom belül erőszakos I, volt beszélés. Ilyen, volt ilyen, igen, tehát ez a pofoszkodós csúnya beszéd, köpködés, tehát ez, ez, így kellemetlen volt. Oké, okay, nem sok van már, meg mert nagyon kölyök voltam, tehát azért ilyen 5-6 éves voltam, de azért ezek megmaradnak, tehát tök mindegy, hogy hány éves, hogy ez megmarad, megmarad fejbe, és én ezt ezáltal iszonyatosan elítélem, viszont, viszont kár lenne tagadni, hogy ez az úgy legbelül mélyen biztos, hogy megvan bennem, tehát ebben üttem ebben nőttem fel a legjobban azt gondolom, hogy elítélem férfi és nő között az erőszakot, tehát iszonyatosan elítélem, meg a csúnya beszédet is, de, de hát itt volt rá az élő példa, tehát száz kamera vette föl, hogy belőlem is kijön adott szituációba, hogy úgy beszéljek nővel, ahogy, ahogy amúgy nem szabad. Csak annyi a különbség, hogy mondjuk tanulok édesapám hibájából, és én ezt, ezt beismerem magamnak, hogy figyelj, ezen változni kell, ezt nem csinálhatod egyébként nagyon sokat is fejlődtem magamhoz képest. Úgy gondolom, hogy, hogy ez azért már töredéke annak, ahogy én esetleg 17-8 évesen beszéltem. Sokkal rosszabb voltam szerintem, mint most mondjuk 25 évesen. Szerinted miért érzik a fiatal fiúk, hogy lehet úgy beszélni a lányokkal, ahogy egyébként 25 éves korodban érti a füledet? Próbálok, próbálok a saját fejemmel visszagondolni, mert nem is azt mondanám, hogy kevesebb intelligenciával rendelkezik, aki így, így beszél, szimplán, szimplán, akkor még ezt, ezt amúgy menőnek és lazának gondolatja, hogy ott vannak a srácok, na majd én akkor megmondom előtte, és, és akkor én vagyok a menő, mert én azt mondtam a csajnak, hogy figyelj, gyere ide, és akkor lehet köztünk valami, amúgy meg tiplizé le, hogyha végeztünk. ez nem menő amúgy egyáltalán, és, és abszolút nem trendi szerintem, de ez kellett nekem is nagyon sok év, illetve, illetve el kellett ezeket a mondatokat az én számnak is hagynia, hogy, hogy rájöjjek, hogy nem, amúgy ez, ez amúgy nem menő, tehát nem azt hogy megalázok valakit, és és, 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 degradálok, lekezelem, nem leszek több, nem leszek jobb ember, nem lesz, nem lesz semmi, amitől én, én szimpatikusabb leszek. Nézted, hogy leszek a plafon közben? <laughs> nem, nem, hazugság ez a valóság, tehát tényleg így gondolom. Ugye beszéltünk arról, hogy szexfüggő vagy, ezt ki is mondod, vagy csak körbeírjuk? Kimondhatjuk, csak nem azt, hogy egy adott partnerrel, hanem inkább, inkább folyamatosan valamilyen formában mindig vágyok az újra. Ez tök természetesen mindenki vágy az újra, vágyik az újra, csak nem így, ahogy ezt én, uh -huh. én kivitelezem. Uh, igen, kimondhatjuk, tehát beszélhetünk egy, beszélhetünk egy szexfüggőségről, de ez nem úgy mutatkozik meg bennem, hogy... Azt akarom kérdezni, te teszel egyébként, vagy, vagy, vagy nem akarsz elhetenni egyáltalán, mert élvezed? próbálok jelenleg tenni, ezért is mondtam, hogy nagyon nyugodt állapodó vagyok a, a, villa után, és nem érzem azt, hogy egyébként belennék feszülve, vagy, vagy feszengnék, mint hogyha valami elvonul lennék, és én most nem bírom. Tehát nincs, nincs ez bennem egyébként egyelőre. Egyelőre furcsa, ismerkedek, ismerkedek magammal, hogy ezt, ezt mégis hogyan érjem el magamba, hogy, 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 ezen a változáson, változáson keresztül menjek, mert, mert tudom, hogy keresztül kell mennem annak érdekében, hogyha szeretnék egy olyan normát, hogy nekem legyen egy párkapcsolatom, legyen egy feleségem, legyen egy gyerekem, egy családom, akkor igenis, igenis át, kell, át kell mennem abba, abba az irányba, hogy, hogy meg kell hoznom ezt a, ezt a jellemfejlődést, amin, amin nekem igenis keresztül kell menni, és Valjuk be, nem egyszerű út, de ez beismerni nehezebb volt, mint most már az, hogy ezen én dolgozzak, és, és, az, az van bennem, hogy, hogy igen, amikor ott van a lehetőség, akkor ne feltétlenül az legyen, hogy jó, figyelj, lemegyek az estébe, és, 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 és hazaviszek valakit, mert épp ehhez van, ehhez van kedvem. Mondtál már nemet valakinek a jelen fejlődés részeként? Azóta, amit aki kiestem? Igen. Igen. Volt több ilyen. Hát nyilván ugye azért nem volt előtte, előtte problémám a valóvilág előtt az ismerkedéssel, de azért ez meg, meg sokszorozódott. Tehát hazudnék, hogyha bármi mást mondanék, főleg, főleg úgy, hogy, hogy, kaptam olyan ajánlatokat, ahol, ahol nem kerteltek, és, és, konkrétan közölték, hogy, hogy mi a helyzet, illetve mi újság, hogy mit kéne, mit kéne csinálnunk, mikor és hol. És, és, és mennyiért? Egyébként nevetsz, de volt ilyen is. Deleg? Tehát viccen kívül volt egyébként. Csekélynek tartottam a 200 eurót, lehet azért mondtam, nem viccet félretéve egyébként tényleg kaptam egy ilyen üzenetet is, hogy, hogy 200 euróért elmennék -e esetleg vele egy estét. Ott is sikerült, sikerült nevet mondanom. Úgyhogy, 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 egyébként egész jól, jól, jól meg vagyok, illetve ezt úgy mondtam nemet, hogy ott nem is, nem is reagáltam. Olyan fura, amit mondasz egyébként, mert nekem most úgy tűnik, hogy hogyha most nem kamuzol, és ez most nem csak egy ilyen pillanatnyi érzés, hogy nem. te a valóvilágban világban jöttél föl. Én biztos, hogy érettebb lettem a való világban. Én nagyon sokat köszönhetek neki. Tehát én ezt most csúnyán fog hangzani, pont leszarom a fődíjat. Volt egy olyan életvitelem előtte is, hogy elég magas életszínvonalat éltem, nem érdekel az a fődi. Nyilván tök jó, rohadt jó lett volna megnyerni a pénzt, hazudnék a bármi más mondanék. Voltak ott nálam, akik sokkal jobban megérdemelték azt, viszont egy dolgot nem veszel tőlem senki, azt, hogy, hogy hatalmasat nyertem vele, mert ö, szerintem nagyon durva fejlődésem mentem keresztül, és ezt, 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 akkor, akkor tudatosult bennem, miután véget ért számomra a játék. Hogy amúgy egy, Én, egy... úgy egy, ilyen, egy... egy ilyen Mondjuk hogyha, egy tehát, kis hülye Nem, hogyha érezted volna, benne hogy benne. valaminek vége van, és még egy utoljára jól belehúztál, és tudod, még egy utoljára, nem tudom, hány napot, 90 nap, vagy hány napig volt ebben? Talán van? 90, 91, 2, hát, fogalmam hát, a, sincs. Még nem 90 arra, hogy... napig még jól ráhúztál egyet a bulizásra, a csajózás, nem tudom, és ott végig is a te fiatalságodnak, és <laughs> utána érettebbé váltál. De lehet, hogy most csak kamuzol, és én érzem De ezt hát így. Nekem az nem lenne jó, tehát nekem abból nekem nem lenne hasznom, hogyha én itt most ezt, ezt így, így, így kamuznék vele, úgymond, abban semmi pozitívumon nem származna egyébként. De úgy gondolom, hogy igen, igen, ez a jó, ez a jó. Talán ezt most sokkal jobban meg is fogalmaztam, hogy jó, jó kedvem is lett, nagyon jó. Mert nem, ez eddig sem volt rossz, nehogy ne, félre érts, de most nem jó kedvem is tehát mert nagyon jól megfogalmaztad, hogy, hogy igen, talán én ott, 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 nőtt be most valamilyen formában a fejem, fejem lágya, és, és rá kellett erre hogy nem, igen, is tudok változtatni. Azóta én úgy gondolom, hogy egyébként korai barátságról beszélni, de nem, nem feltétlenül gondolom, úgy, hogy korai eltett lassan, lassan fél év eltelt, és itt van a Kriszti, akit a játék során megismertem, az megtörtént, az első olyan lánybarátom megvan, aki ez semmi közöm nem volt életem során, és szerintem nem is lesz, ilyen se volt, egyébként ilyenre se volt részem. mert hát akkor kimondhatjuk, soha... hogy van fiú és lány között barátság. Kimondhatjuk, igen, és ezt pedig nagyon sokszor mondtam már, hogy nem, <laughs> nagy, nem létezik. Nagy itt a válasz. Úgyhogy, úgyhogy, itt vagyok, igen, állj magaddal szembe. Nem, nem létezik, bocsánat, de igenis létezik, igenis létezik fiú és lány között barátság, holott rengetegszer elhagyta az a mondat a számot, hogy nem, nem létezik saját tapasztalataimból, mert nem volt olyan nőhöz semmilyen baráti viszonyom, vagy baráti közöm, ahol, ahol, ne lett volna köztünk, köztünk semmi, és most itt van az első élő példa. Lehet, hogy elvesztekedett időnek gondoltad azokat a kapcsolatokat, ahol nem volt mellette himi-humi. Volt egyébként több több lánybarátom is, és, 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 és basszus mindig időkérdése volt csak azt, tehát most, hogy eltelik egy hónap, két hónap, de mindig volt, hogy az első olyan adandó alkalommal, ahol egymáshoz úgy közelebb kerültünk, ott, ott történt történt szex kettőnk között. Furiék, nézi a szemedet, mert ahogy emlékszem, beköltözésre ilyen nagyon öntelt tekinteted volt, és ahhoz képest egy kicsit ilyen megtört a tekinteted. Nem, megtörtnek nem gondolom, de, de Egyébként ezt sokszor meg A beköltözésnél nagyon szimpatikus voltál. oda ment tényleg a csávó, nagy mellénnyel, nagy arccal, hogy ő a legjobb csávó a világon. Most meg itt ül velem szemben egy fiú, hogy összehúzódva, és így meséli azt, a hogy úristen, ez a széknek köszönhető, úristen, mi történt velem az elmúlt nem tudom hány hónapban, amit kijöttem a villából, ahol úgy mentem be, mint az Isten király császár. Én úgy gondoltam, amikor beköltöztem egyébként, hogy Messze, a legmenőbb, legmenőbb csávó leszek, mondom, itt, itt simán megnyerem. Kirázom a kis ujjamból. Tök jó arc vagyok, néha vicces, néha néha. Hát de kellőképp... ezért is gondoltam, hogy te kellőképp... a szexet azért sem pészted bele be a történetbe, hogy az majd téged Nem. fejjel fog pozícionálni, és Nem. majd eljutott téged a főnyereményig. Nem, hogyha ezt a műsort meg lehetett volna szexel nyerni, akkor, akkor már rég lenne a, rég a fődíj szerintem nálam. A szóval triplája. Igen, tripláját kaptam volna. Úgyhogy, úgyhogy nem, ezt nem azért lett belecsempészve. Szóval viszont igen, azt gondoltam, amikor beköltöztem, hogy, hogy én ezt nagyon-nagyon-nagyon ezt simán meg fogom nyerni ezt a játékot egyébként. Ez volt, ez volt bennem. De fájt, hogy nem? Mert itt mondogattad, hogy téged nem érdekelt a fődíj, meg ilyesmi, de szerintem az neked rohadtul fájt. Az egómnak fájt. Az egomnak fájt, nem, a, nem feltétlen a pénztárcám. A pénztárcámnak is egyébként fájt, mert nem adtam fel közben a, a svájci kis életemet, és én nekem, mit tudom én, lakás, minden ugyanúgy ment, ami azért, valljuk be, Európa egyik leg, old, legdrágább országában nem túl olcsó ez. De hogyha takarítani jársz ki, akkor egyébként nem. jól tudsz vele keresni. Így van, így van, így van. De ne ítéljük el azokat a lányokat, akik takarítani járnak, illetve babysitterek. Te is takarítottál, nem? <laughs> Tudj, még most is nem. <laughs> Ö, nem, tehát ez nem volt, túl, nem volt túl pénztárca barát ez a való világ, de ettől függetlenül újra és újra átélném, mert, mert úgy érzem, hogy nagyon sokat hozzáadott az életemhez, nem feltétlen, nem feltétlen pénzbe vagy csajokba, teljesen másba, tök más értékekbe. Tehát azért soha nem jöttem volna rá, hogy egy, példa, egy apró példát tudok felhozni, soha nem gondoltam volna, hogy egy, egy írott levélnek egyébként akkora értéke, értéke van, amit, ott, amit én ott átélek, hogy a 80 éves mamámtól kapok egy, egy kézzel írott levelet, tehát nem volt az, hogy én végig próbáltam tartani, hogy én nem sírok bent, nem csinálok semmi ilyesmit. Úgy Na, el az elérzékeny Akkor a hogy te nem sírsz. Persze, hát ez volt bennem, tudod, mi, mi, van az emberbe, a butábbikban, amilyen én is vagyok. A férfi kemény, a férfi nem sír, a férfi erős, a férfi... Na, hagyjuk a butának gondolod magad? Nem, egy, egy, egyébként egyáltalán nem, nem, tartom magam butának. Jó. Nem tartom magam hát, a én embernek. Csak azért mondom, tudod? Ilyen szempontból, tehát csak ilyen szempontból. Jó, értem, poénk ott áll, próbáltál, érte. Próbáltam, csak nem jött, tudod, nem jött össze. De szóval, szóval, igen, tehát ebből a, ebből a, szempontból igen, igen buta vagyok ilyen téren, hogy, 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 hogy ez van berögződve, hogy a férfi az erős, stb. De hát nyilván a való világ által ezt is le tudtam vetkőzni, és, és rájöttem, hogy nem, rohadtul nem ciki egyébként elérzékenyülni, rohatul, nem ciki egyébként kimutatni az érzéseidet, sőt, ez a menő, hogyha kimutatod. Most ezt így gondolom. Nők, azok alapján, amiket láttak a való világban rólad, meg veled kapcsolatban, ahogy beszéltél lányokkal, ugye is érelmezik itt a, a kommentekben, meg uh, ahogy uh, hát uh, nem voltál mondjuk úgy hűséges egyik lányos sem bent a villában hiába nem volt kapcsolat, de azért ott volt himiumi. Nyitottak feléd vagy pedig inkább azt mondják, úristen, itt a menjünk egy másik irányba? Na látod, itt van az, hogy van előnye és van hátránya ennek, ennek az egész úgymond ismertségnek a való világ által, tehát az, hogy én most komoly kapcsolatba ismerkedjek valakivel, ö, egy komolyabb nő élből elő, előítéletes lesz. Nyilván, aki nagyon úgy gondolom, hogy nagyon nagyon nyitott, az, az egyébként nem, de, de nagyon sokan, akik esetleg komolyabbat szeretnének, azok élből azt mondják, hogy nem a barna, az, az teljesen, teljesen red flag, tehát nem is, semmi nem, semmi nem fér bele, nem, ismerkedni se akarok, szóba se jöhet. Ez valamilyen formában rossz, van ennek előnye is egyébként, mert nyilván ez, hogy, hogy ez a most a buliból, hogyha valaki ezt az életet akar élni, hogy Össze, Én mindent megértettem most, amit, amit elkezdtél mondani, szóval te azért nem mész bele most a kis mert nem akarsz kalp lenni a nők szemében. Értem ne, most már a lényegét. Szó, értem sincser, értem most már a lényegét. Látod, látod, kiforgatod, ki Nem, nincs ez. Egyébként igen, éreztem már ezt is, hogy, az, hogy valam, vannak egyébként olyan nők is, akik azért szeretnének ismerkedni, hogy igazából újságolják a barátnőknek, pedig amúgy egy ugyanolyan egyszerű, átlagos senki vagyok, mint, mint bárki más a, a világon. Ö, vannak olyanok, akik is tudom, hogy azért akarnak, azért akarnának bármit, hogy azt tudja mondani a barátnak, te, én, én lefeküdtem azzal a valóvilágos csávóval, és, és ezzel, ezzel bármilyen, bármilyen nagy Ne vicceljünk már, tehát ennek semmi, semmi, értelme. És egyébként igen érzem, vannak ilyen nők is, akik, akik azt hiszik, hogy valamit csináltál, és ezáltal szerepelt a tévében. Na, akkor én most vele lefeküdtem. Vannak ilyen csajok is. Van, gratulálok a jelen fejlődésedhez. Milyen tervéd vannak a jövőre nézve? Azt láttam a valami ilyen 18-as karikás videóban, amiben nem volt éppen himiumi, hogy, hogy pornokari erős álmodozol. Nem, ez nem valós. Tehát ez nem, hogyha a pornokarrierről álmodoznék, akkor rég beleestem volna. Nevezzük hibának, nem hibának, nem, mert hogyha hibának nevezem, akkor elítélem őket. Beleestem volna már abba, Abba a dologban, amiben nagyon sok volt villa, ex villalakó beleesett, hogy akkor már rég nyitottam te, volna én is OnlyFans oldalt. Only És pirosnak Fans Fans is oldalt, vagy... közöset csinálni tudod, közös persze, nagyot, 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 menne nagy valószínűleg igazából, akkor bejönnek, egyből, egyből duplázódna minden, tudod. Nem, engem ez nem vonzott. Nem ítélem élem azokat, akik, akik, akik használják az OnlyFans oldalt, illetve bármilyen, bármi olyan pornó oldalt, ahol magukból esetleg úgy mutatnak szexi fotókat, hogy közben mégsem mutatnak, legyen az bikin és fürdőruhás vagy kitakart, de az én olvasatomban nem fér bele, megpróbálom jól összeszedni a gondolatát ezzel kapcsolatban. Teljesen csak a fiú, vagy értem én ezt a dolgot? Nem. nem csak erről csak van szó, és nem értem, nem akar ezt a dolgot csinálni. Nem de. erről van nem, szó. A, nem akartak erre felé terelni, ne és félre, csak ugye ezt elmondtad az egyik ilyen videóban, vagy legalábbis amit én láttam, abban arról volt szó, hogy te egyébként így nyitott lennél a, a szexi felé is, de ezek szerint ez csak egy vicc volt oda bent. Lehet, hogy ez a Benti beindultságnak köszönhető egyébként. <laughs> nem voltak a bent, annyira, vagy volt a indulva, hogy nem volt lehetőség oda semmit csak csinálni, és annyira tele voltál nekik. Szóval, hogy, hogy mi, mihez kezdesz? Nem olyan állsz, hogy nekem, hogy nem akarsz pornózni, mert elhiszem, hogy nem akarsz. Láttam, az emberek nem akarnak. Általában nem, tehát megvoltam eddig, eddig nélküle. Egyébként biztos, hogy biztos, hogy nagyot menne nekem egy pornó, de el tudom, el tudom képzelni. És <síns> az ego várjál. Eledicsért <síns> el meg, hogy bementél ilyen egoistán, és kijöttél tök normális, és most jön ez. Kiosztad, látod, ki az, 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 ő videója, hogy csiliárdokat hozna, igen. Nagyon, maradi voltam olyan téren, hogy milyen munkákat végez az ember, és, és tök, tök, tök mindig az volt bennem, hogy na, aki pincér dolgozik, aki köműves dolgozik az ilyen, tehát az egyszerű maradi melók. Viszont a való óta azért rájöttem, hogy nagyon sok más jellegű munka van, sokan ezt kiforgatják, ahogy én is mindig elítéltem, és mondtam, hogy, hogy nem, csak az a munka, ami kétkezi munka, amúgy nem, nem csak ez a munka, és nekem erre is rá kellett utána jönnöm. Ettől függetlenül nem feltétlen szeretnék az lenni, aki az Instagramon vagy bárhol folyamatosan posztolja, a tízezrekért teszi ki a posztot, hogy na akkor én most megosztom ezt a fajta hajkrémet, vagy éppenséggel a fogfejtőt, ez sem vonz ez a része, és nem is szeretném erre használni a való világ által kapott kapott ismeretséget, viszont ö, elgondolkodtam nagyon sok más jellegű munkában, mint például ott van ez a, az egész nem fő állásnak, de például ott van a, a Twitch, egy olyan platform, ahol igazából leülök, játszok, és ezért emberek. Nekem ez furcsa volt, hogy azért előfizetnek, mert épp őket, vagy font vagy érdekesnek tartanak. Például azt most fogom, most fogom elkezdeni, megvettem én is a kis mikrofonjaimat, a kis kamerámat, stb. És, és el fogom kezelni ezt. Egyébként egyébként ö, a nyarat azt még szerintem kiélvezem, és, és, felélem elmúlt éveim félretett vagyonát, mert, mert úgy gondolom, hogy erre nekem jelenleg még szükségem van itt a, itt itt Magyarországon, de nem zárkozok el attól sem egyébként, hogy én, hogy én egyébként utána folytassam még külföldön az életemet. Nem tudom, nagyon-nagyon örülnék, hogyha így egy negyed évszázad után, amit eddig leéltem, rájönnék, hogy mégis mit akarok az életemtől, ki vagyok én, és mi az, amibe úgy százszázalékosan megtalálom magam. Ez ez egy nagyon nagy probléma, hogy, hogy ezt se 14 évesen nem tudtam eldönteni, amikor középiskolát választok, hogy engem ez érdekel, és jelenleg 25 évesen sem tudom azt mondani, hogy én figyelj, ezt szeretném csinálni. De egyébként így lennék nagyon szívesen konkurencia is, tehát ez egy egész egész jó. Aj, rá, meg. <gül> <gül> Nézzük meg, mi Jó, jutsz. jó az, nagyon jó beszélgető partner vagy. <laughs> Oké, okay, van a figyelek, hát szurkolok, hogy minden összejön, amit tervezel, bármi is legyen, azért nem tudtam megfejteni, mire vágysz az életedben. <laughs> De jól körülírtam, <laughs> De nagyon jól körülírtam. Ad, találd meg az utadat, és akkor járd az, az utat, és hát semmiképpen ne a pornó felé tendelj. Nem, nem, az lesz. Eleget, első eleget láttunk, jó. nagyon <laughs> szépen, <laughs> köszönöm a, a király volt. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.